Na most! Most hallatszódok. Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu is. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattatok ide, erre a csodálatos csatornára, és erre a parapéntekre a mai napon. Folytatjuk a Maid of Skirt. Ugyebár én úgy kalkulálom, hogy az utolsó rész fog most következni. És köszöntetiteket a csodás háttér. Ezen munkálkodtam ma, a mai napon. Na, fókusz. Nem adja át annyira, vagy nem tudom a kamera. De rengeteg mindent így elrejtegettem így a háttérben. Ugye, kis Mikulást, ilyen lófittyet, ami így fityeg, Mikulás csomagot, karácsonyfát, azt lehet, hogy majd ide rakom, hogy legyen egy kis kompenzáció. Ide magam mögé így igazából a League of Legends és stb. Azt úgy hagytam, mert igazából úgyis mindig így játszom, és mindig eltakarom. Tehát két oldalra erősen rákoncentráltam, hogy a díszítés meglegyen. Ugye ilyen kis fityegők, meg pigyó, hogy hívjákok. Úgyhogy remélem, hogy ez tetszik. Így fog kinézni a streamnek a felülete, és azt is átalakítottam egyébként, hogyha lesz ilyen stream, már pedig lesz. Igyekszem majd a hét végén, talán szombat, vagy vasárnap. Péntek, lehet péntek, szombat, nem tudom. Valamelyik nap így, de este, mert dolgozom természetesen, mert hát miért is ne dolgoznék, ahogy vasárnap. Na mindegy, üsse kavics, oha, így, hát ugye nekünk ez a szezon videójátékban. Ezt is bátorkodtam feldíszíteni, és ő a minden. Ő a minden, ennek itt kell lennie mindig. Érzelmi. Okai vannak, hogy mi. Na, a tagok tudják. Szóval, hát remélem, hogy tesszik. Nagyon-nagyon rajta voltam igazából az egész, amit nem láttok, mert ugye ennek van még egy szintje fönt, és van még egy szintje alul. Ugye nagyjából látszik a Doom, de hát az egy nagyon karácsonyi játék. És nagyon-nagyon ezen dolgoztam, hogy meglegyem. Remélem, hogy tetszik. De tényleg. Na jó, viszont, hogy ne csak csevegjek itt nektek, ugye itt a kis világításommal, ha már ugye karácsonyfát azért nem tudok ide berakni magam mögé, viszont maga a kis karácsonyi dekorációt, karácsony fát, inverse-ben van, nem tudom, hogy. Szóval a karácsonyfát igen, azt elhelyeztem. Úgyhogy, ja. Úgyhogy kezdődjék a játék. Esik a hó. Már meddig ugye elindítom a játékot, addig nagyon-nagyon örülök, hogy legalábbis, hogy itt vagytok. Elindítom a sodás játékot, és akkor mindjárt indulhat a móka mára. Oha, már hallatszódnak a dolgok itt erőteljesen. Úgyhogy mindjárt. Itt a háttér is. Ho-ho-ho-ho. Áttérünk addig ide. A játék mindjárt indul. Kivakítja a szemem. Miért is ne vakítaná ki? Addig. Felveszem a porósapim. Ejjjj! Ha! Hát, nem fogom felvenni a porhúsapét. Pedig nagyon azt akartam, hogy nagyon télies stream videót szerettem volna, de hát... Egyébként készültem még ide egy husky sapkával is. De szerintem nem lesz jó, mert
Nem fog ráférni. A fejemre. Azt így hogy hallok? Hogy hallom, ha jönnek? De még a husky sapiba még hallom. Talán. Persze, ha nem nyomná bele a fülembe a fülbe valót, úgyhogy kiszakítaná. Ohoho, megváltozott a háttér, hoppá, kis cipő. Jó van, kiveszem a füles. Amúgy nagyon szép fülbalom van. Nagyon karácsonyban vagyok, nagyon benne vagyok, gyerekek, nem bírom a... Nem bírom. Nagyon benne vagyok. Na. Szóval, utolsó. Na, a Csibike itt már szökik. Úgyhogy a ház kimarad. Az is egy télies dolog. A szánhúzás. Hogy... Na! Télies a cucc. Minden téli. Minden. Na! Nagyon hangos a játék. Über brutál hangos. Üsse kavics. Folytatás. Ma dud közben állítok a hangokon. És természetesen ez itt kóla, méghozzá fahéjas. Nagyon ízlik. Ugye Mr. Hulk-tól megszabadultunk. Az előző részben azért elmentjük még egyszer, csak a biztonság kedvéért. Na, és akkor ki akartam jutni? Ugye, ezen a részen vagyok. És meg kéne szerezni még egy ilyen tekercset, vagy ilyen papírt, kottát. Úgyhogy... Ez most komoly. A liftben tüzet gyújtottak. Jó. Okay. És sorry a sminktelen fejemért, remélem, hogy megbocsátjátok. A lift. Jó, nekem itt ki kell jutnom. Okay. Itt vannak még. Na, itt nem tudok elmenni. Át kell mennem ezen az ajtón. De jó. Nagyon vannak itt, mint a szemét. Várj, akkor... Igen, nem ezen az ajtón. Ja, jó, tök jó felemegyek. Mert akkor erre keresztül. És jó. Okay. Scare Island. Csodás. Na, várj, itt. Ide vissza akartam egyébként jönni, mert nem tudom, hogy ez mi. Oh,
Az babag volt a játék, és most mi mindig levegőt vesz. Konkrétan. Mindegy, nem vett észre. Ezt nem értem. Szóval ide vissza akartam mindegy jönni, mert itt lehet, hogy van itt egy valamilyen... ami kotta, vagy valami. Meg lehet nyomkolászni. És nem vettem észre, hogy mi az. És érdekel. De lehet, hogy csak én gondolom máshogy. Nem tudom. Tök jó kérdés. De mit járkálgattak ezek itt körbe-körbe? Csávó, körbe-körbe járkál. Konkrétan. Ja, mindegy. Egyfajta körbe-körbe megy. Nem tudom, mi ez a lag néha. Á, itt jön egy. Pedig itt keresztül így, tiri, ott, mindegy. Hát ez jó. Na, szóval. Jó, akkor itt keresztül megyünk. Hát mennyien vagytok már? Itt annyian vannak, mint a szállat. Ez egy beakadás, nem tudom, ez a beakadás. Hát ha rendben vagyunk. Oké. Okay. Hol vagyok? Igen, és akkor itt keresztül még balra. Sétálj. Úgy. Na. Igen. Oké. Áh, végre. Ez az! Oké, itt már jó. Oké. Így, aztán jobbra. Pinty. Aztán egyenesen. Hú, baszki! Hát ott de megijedtem! Úristen, a szívem görcse! Oké. Okay. Istennek. Jó, és akkor itt kimegyünk. Úgy jobbra, vagy mi? Kimegyünk, és akkor itt átvergődünk, aztán jobbra. Jó van, akkor. Kellene.
Jó, és akkor ott jobbra, és egyenesen föl. Nem tudom, hogy eddig miért nem ment így. Oké. Nem, mi érdek túl lesz. Két oldali infarktus. Azt a szívem csücskéjét! Így az letépődött a fájdalomba. A szívemnek most már nincs csücskéje, letépődött. Oh! Hát ez a karácsonyi hangulat. Hí! Jaj, de szép, hogy egyelek meg! Ah! Lamosztam a szemöldökömet, jó van. Mi? Kutyus! Kutyus! Ne bánd a kutyus! A kutyus ne! Te, olyat kaptok, öcsém, hogy majd összeszálltok magatokat. Mentettem. Úristen. A csaj. Csajba se lehet aztán megbízni. Baja lett. Jó, oké, a csaj is megkattant. Jó, csodálatos. Oké, rendben van. Újat kapnak tőlem, hogy összetépik a lelküket. Bántották szegény kis kutyát. Hol vagyunk most? Nincs térkép. Rendben, csodálatos, igen. Akartam is kérni? Oké. Ez nem családi idill. Nem! Követem ezt a csávot, vagy nem tudom, hol kéne menni. Okay. Az... Te jó... Te... Mi? Hogy...
férfiak is, nők is, és... Te jó szagú, úristen! Jó, ez, jó, ez, jó, oké, ez. Na, miad bár, tesó! Szét vannak... hát... Baszki... Ó, bejátszás... Úristen, nem, azt hittem... Ó, eltévedt, ellenőrzze a balaktas feladat a térkép képernyőjén... Képernyőjön... Ó, majd én mindjárt... Majd mindjárt... Nem látja, hogy stresszben vagyok? Tiszta stresszben vagyok? Stresszért? Esik az eső, azt írja Google. Ha, tényleg? Azt mondja, elrendelted már a Cyberpunk 2077-et? Igen. És olyan stream lesz belőle, hogy lepíted a bokádat. Most meg hol? Bejutottam ide, bejutott! Ah, visszakerültem a házba. Úristen. Azaz. Most mi van? Hűha, itt van még valami. Ki volt láncolva. Oké, nem. Oké, ami kopogott. Az ajtó túloldalán lesznek, jó, addig teljesen jó helyen van. Jó, ezt valahogy majd be kell indítani. Song to the honeyed lament of that creature. And for what? Am I foolish to hope that this might work? That I can stop my father? One misstep, one false note on my part would be catastrophic. What such a mistake might unlock could be far worse than the siren's enchantments. But what choice do I have? I cannot turn my back on others or allow him to succeed. Without some form of counter, all of us, and many more, will be lost. 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 Okay. Will be lost. Will be lost. Will be lost. Jó van, Yuki. Ez mind a szirén. Mind a női arccal, és ugye hát testtel rendelkeznek. Madártestű! A gondviselés teremtménye. És ki van onnan tépve? De is van fotóz!
Le is fotóztak, csak kiégett, vagy kitépték. Á, nem, ez égett inkább azon neki. Jó! Ez az apja. Ha nem játszik az apja, akkor mozoghatok. Amint elkezd nem játszani, abba hagyja. Akkor mozdatlannak kell maradnom. Különben megdöglök a picsába. Gondolom. Zárva. Zárva. Benne állok, és nem szabad mozdulnom. Játsszál már! Valami ilyen van a csávónak, ami nekem nincs. Egy világít. Ez egy beteg ember. Még fel sem merek nézni. Oké. Oda kéne bejutni. Zárva van. Hogy? Jó, ez működik. Valamit nem vettem észre. Baszki. Ugye megint jön. Nem merem oda bemenni, mert bejegyek a szélbe. Kettő megvan. Zárva. Zárva. Mert mit kéne tennem, ahhoz ne legyen zárva? Valamit biztos csinálni. Ja! Ugye eszembe jutott. Gyerünk, játsszál.
Megnyomod, ki kell nyitni. Megnyomod, ki kell nyitni. Most is megnyomtam, és most a harmadikat kell kinyitnom. Ha az megvan, megint meg kell nyomni. Jó van, nyugi. Nagyon szereti ezt a klasszikus zenét. Aha, és most? Na, be kell jutni középre? De mit kéne berakni? Ezt a medát? Az ellen... És most megmozdulhatok? Thomas, my love, come to me. I'm waiting for you by the Grand Harmonium. Na! Király! Csajszit megmentettük. Jó, és hol van a papír? Á, itt van egy kulcs. Kikészül, de várjatok már, hát... Hogy van? Tab, vagy shift lock, vagy caps lock, vagy mi? De... Nincs meg a papír. Nincs meg a kotta. Meg kell egy kotta. Megszereztünk egy kulcsot. Az várj. Itt kimegyünk. És ezt ki kell nyitni. Valahogy. Nem, így megyünk. Várj, állj. Igen. Oda hogy megyek be? Itt. Rossz fele megyek. Arra kell, mert az csávó jön. Haha, megszerzem a jözi csing. De menő, úristen, mennyi helyre lehet menni. Ne, merre megyünk? Ó, az nagyon jó. Hol volt? Rossz fele megyek?
Ó, itt mentünk. Ha! Hála Istennek! Jó, ez viszont tök jó, mert akkor itt keresztül tudok menni, és itt is a halba ki tudok jutni. Viszont ide el kéne jutnom, mert kéne a kotta. És tudja, ott lesz a kotta, addig nem megyünk a csajhoz, mert nincs meg sem minden. Tehát ez teljesen nyilvánvaló. De megnézem itt, merre mi van. Semmi. Hát egy kis tégla. Ha, ki hitte volna. Várj csak, a izanél meg itt van, várja. Akkor oda megyünk. Hú, jó van. Akkor jobbra. Jó, akkor ez megvan, nem tudom mennyit gyűjtöttünk össze, de szerintem vajnyi kevesebb, még ott volt még lent, egyetek lent a, hát nem pince, hanem az a, nem tudom pontosan, az a bányában, vagy hogy mondjam. Jó, és akkor itt kimegyünk, elmegyünk egyenesen, igen, és ahhoz megyünk. És nem megyünk oda a csajhoz, mert kell még egy kotta. És ugye megszereztük a kulcsot, és ez a kulcs már nagyon rég... Na, játék! És ez a kulcs már nagyon-nagyon régóta kellett már. Hát ez zárva, nyilván. De hagyjál már, ez milyen jó szálloda. Hagyjál már. Jó, és erre teljesen jó vagyok, mert erre kell menni. Így kimegyek. És így konkrétan egy végig. Szállam, hogy van ugye nagyon állat. Pont arra kell menni. Merre ő van. Nagyon jó. Nagyon helyes. Centiről centire el kell menteni. Nem hallotta meg, érted? Á, nem. Ott a kotta, ott a kotta. Ott a kotta. Csicsen, nézzek ki. A feleség. Nagy báty. Meg a szálloda. Hát ő... És akkor... Vá, jó, oké. És akkor... Itt mindig van egy kérdőjel. Az ott még beszél Elizabeth-tel a Grand Harmoniumban. Majd mindjárt! Megvan az összes kotta. És még kíváncsi vagyok, hogy ez itt mi. Ez egy titkos szoba. Például. És akkor most fel vagy, lemegyünk. Mindegy, mindjárt kiderül.
hogy hova vezet, mert ugye, hát itt koszobából egy út vezet, akkor már nézzük már meg, ugye. Indiana Jones-osan, hogy mi van. Oké. Csak töltsön be! Töltsön be! Mi? Vá? Ezt akartam megszerezni! És végre itt kinyílt ez a rész. De várjál akkor! Arra másik oldalt is volt ilyen. Ott. Azt hiszem. Valahol még hallom. És nem szereztük meg. Ha nem hittem, hogy ilyen gyorsan visszajövünk ide a bányába, de jó. Szerintem pont ez a... Hát mindegy, ideg állapot az a kettő. Nem tudom. Hát így jártunk, mindegy. Jó van. Akkor visszamegyünk. És akkor megvan az összes bigyó, meg a kották is. Akitől megszereztük a kottát, az volt az egyik zenész. Csak elkapták, ugye? És hát szívta konkrétan. Ennyi. És akkor most nézzük át a térképet. Ott van még egy kérdőjel, azt meg kéne kukkolni. Na de, földszint. Pince, ki van okézva, kert, az is ki van okézva. Első emelet, oda még nem, állj, első emelet, oda még nem mentem be. Tehát addig innen nem megyünk egy tapottat se. Második emelet, baszki. Ide sem mentem be, jó van. Meg, állj. Itt is van egy, amit ki lehet nyitni. Tehát... Itt, gyerekek, még vannak feladatok, azt még gyors meg kell csinálni. Nem sok. Hip-hop megvan, csak... No. És akkor... hol vagyok? Ott vagyok, oké. Tökélem, hogyha rákattintok, akkor legalább mutatná, hogy mi van. Habár itt biztos, hogy felvisz az izére. Basszus. Nem baj, egyenesen és akkor végig a folyosón. Ugye? Mi van, hogyha én... stílust váltok, és erre jövök. Akkor mi van? Most már ezt úgyis befejezzük. Csak lefele lehet menni. Azt már itt is vagyok.
Jó, és akkor nekem így is viselre kéne menni ki, szóval. Sétáljál, sétáljál! Jó! Nagyon jó. Pont így gondoltam. És amerre nem fogunk menni, az a konyha. Az pedig ami ez. De itt is be van zárva. Ahhoz meg sincs a kulcs. Konkrétan. És várjál, viszont ide. Ott akkor át tudok menni. Vagy mi van? Bocsánat, csak ki akarom fullozni ezt a játékot most már, ha már itt járunk. És hogyha valakinek kedve támad ő ezzel játszani, akkor... akkor minden legyen már ugye, hát nem azt mondom, hogy 100%-os, mert valószínűleg egy csomót még elfelejtettem ilyen zenélő lófittyet fölvenni. Nem. Jó helyen vagyok, oké? Igen. És tudni, hogy... Igen, ez a konyha. Jó, hát... azt már szerettem volna kinyitni. Egyik menü az, amelyik vissza, mert nagyon macerás lenne itt keresztül menni, így át, és így végig arra, szóval egyszerűbb így itt keresztül menni a izén. Paparám, pam, jó, és akkor azokban a szobákban mindig még be kell látogatni, úgyis, hogy egyébként a lifthez megyünk. Tehát, full egyenesen hátra a lifthez. Ez a nagy harmónium, gondolom. A csaj még várjon egy kicsit. Paszki! Ne így suttogjál már, hát itt majdnem infarktusban haltam meg, te! Hun, milyen Thomas? A gőzmozdony. Ne idegesítsél föl. Hallodhatjál már hülyeséget. Hűsd el! Jaj! Thomas? Hagyjál már! Fú, hallod, ez a nő? Fú, te gyerek, hallod? Is that... Veled még nem beszélgetek. Oh, majdnem letépte az állkapcsom. Úristen! Csaj nem bír magával. Nyugodjál meg, benne se bízok. Már ez akkor nevetgélés után. De jó, újra itt vagyok, és hol vagyok? Aha! Oké. És ide jön a... Csak ezért... A szívem! Jaj! Itt is vagyok, ami eljátszható. Azt itt mi van?
semmi? Ezzel jöttem be? Semmiért? Jó van. Jó, és az a zenél dobozért igazából, de... Nem jelent semmit. Jó, csak nyomogatni lehet. Van... Jó, van, itt akkor minden oké. És akkor... Második emelet. Ez a szoba, meg az. Azt ki kell nyitni. És ez egész jó. Oké, második szint. Egy amúgy, hogyha kevesebb lenne ebből a bigyóból, vagy csak... De most akkor... Akkor most a másodikon azon a Mr. X. Konkrétan. Mert itt volt. De várjál, ő lekerült a földszín. A fasz. Baszd meg. Őt el is felejtettem, hogy ő benne van a palacsintában. Ó, jaj. Na várjál, kimegyünk egyenesen. Elmegyünk balra. Őt kihagytam. Ő elfelejtett, ami ezen az emeleten van. Milyen aranyos léptei vannak, mint egy T-rexnek. Egyem a húsát. Hú! Hú! Ne dű... Hogy megindod az utolsó pár méteren? Mint egy gepárd! Jaj, de... Jaj, de csodás vagy! Jaj! Nem gúnyoltalak, de majd becsortam tőle! Te... Esküszöm, mint egy T-rex! Hörög! Úgy lépked futkározik! Na, menjél már innen, légy szíves! Menjél innen! Nem vagyok rád kíváncsi. Hogy hörög? Na! Az a baj... Hogy amúgy ide kéne eljutni a mentési pontra. Mert ha az megvan... Basszus, akkor nagyon gyorsan kéne futni. De megállják, beállják az utat, hogy futkározzak így. De megyünk a kettesre. Visszamegyünk a kettesre, és hát akkor eltűnnek már. És akkor kifutok, mint a nyúl, és bemegyek balra, és akkor jó lesz. De ez az elmélet, a gyakorlat meg más lesz. Amúgy csak szólok. Na, álljátok. Készen állok a rajtvonalhoz. Oké, gyerünk. Ah, gyerünk, Miharu, gyerünk, csapassad neki, ne fossál, mint egy nyúl. Úgy fosok, mint egy nyúl. Fúss, ne nézz hátra. Fúss, ne nézz hátra. Fúss, fúss! Nyisd ki, csak bemensd el. Jó! Okay. Na! És velünk szemben van az ajtó, mi kell nekünk. Ezt hát, ha elmegy. Akkor várjál, most így nem tudom megnézni, milyen cuccaim vannak. Hallod? Nem tudom megnézni, milyen cuccaim vannak. Mert már megvan mindegyik, és a csajhoz kéne oda menni. Ennyi. Titkos szobatervek. Jaj, jó. Be fog jönni mögém, és meg fog ülni a fiszkácsába. Nem.
Majdnem, de ott volt valami az... Láttátok, ott volt valami az izén. Itt elmentettem egy ját, talán, vagy csak akartam. Vérzek. Ne! Akupunktúrás segítséget nyújtott nekünk, hogy ne fájjon a fejünk. A stroke. A stroke és a migrén ellen tökéletesen megoldotta a problémát. Soha többet nem fog fájni. Kérem, hívja a segélyvonalat. Köszönjük. Push. Megmentettük, jó. És ugye tök jó, mert nem jön megsérülve. Ha. Elmentettem. Jó. Még egyszer elmentjük, csak hogy jó legyen. Szóval. És akkor ez megvan, akkor kifutunk egészen, azt mondja. Kimegyünk. Át a folyosón. Jobbra. Jobbra. És jó lesz. Ne idegeskedj, ne idegeskedj, ne idegeskedj, menjél már! Hú, nem vagyok ideges. Na. Főci. Hello! Tiri-tirin, ki a Jani? Nem te vagy, hanem én. Bitches. Na, okay. Hú. A csaj már nem bírja a stresszt. Psst, Thomas. Igen, én vagyok. Psit. Nem bízok benned, latyó. Hogy röhögtél az előbb? Thomas, my love, you're safe. I had to flee the attic. I've been hiding from them ever since. Jó van, akkor szia. But we must hurry. Do you have the cylinders? Hát, ne haragudj. Nem azért a 2 forint, hogy beleszóljak, de hogy nézel ki? Megszerezted? Nem bízom benned. Nem bízom benned. Lejátszom az ellendalt. Még nem sikerült mindent megtalálnom, vagy igen, bízom benned, itt vannak a hengerek, szerelmem. Ha! Nem bízom benned. Jó, we shall end all this madness and disharmony and gain control of the siren's song for ourselves. Bring order to them. What are you doing? No! Thomas, you don't understand. We must. So Chelsea, what? Yeah, Chelsea, what? Yatsik. Chelsea, what? Yatsik, which one is it? Yeah. Thomas. What am I doing? The counter song. Yes. Jaj, benne vannak a hengerek. Valamitjuk a világot. Fura volt nekem ez a csaj. Fura volt nekem. Ott a szirén. Misery and suffering. To free this thing and my family from this curse.
Az a nagy vasúgdott a kutya is. De sok. És azért, hogy nyihalok meg kundal, mert nagy etették a szívét. Mit csinálunk? Jó, van, tiszta vér vagyok. Kicsit csúvás, de hát Istenem. Elfolyt a spinked, aranyom! Semmi baj! Megyünk, hogy kozmetikus az után. A fény új harmónia. In the light, new harmony was found. Old chains were broken. And in the aftermath of the song's end, a new one began. Ez akkora jó. És akkor mi van, hogyha oda, hogyha azt mondom, hogy bízom benned szerelmem, akkor tuti, hogy átvág. Átvág a nő! Tuti. Na, hát jó, akkor beszélgessünk egy kicsit, és lejjebb veszem a hangját. Szerintem ez nagyon jó játék volt. A sztoria remek, a fordítás az tényleg ott van, érződött, hogy bele van feszítve a meló, nem volt rossz egyáltalán. Ugye aki? Egyébként szeretné ezt a játékot végigjátszani, én ezt bátran ajánlom. Egyébként. Mert szerintem ez mind a sztori, mind az ilyen végigjátszás. Egyébként majd kíváncsi leszek, hogy mennyi mindent sikerült összeszednem, mert szerintem eléggé ilyen csak csapongtam a játékban. Tehát igyekeztem mindenre odafigyelni, meg ilyenek, de nem tudtam megszerezni mindent, szóval az kicsit zavar. Úgyhogy ez tuti, most lemegy ez a videó, úgyhogy ha ez lement, utána biztos vagyok benne, hogy lesz valamilyen kiírás, amiket szerez, meg igazából ezeket a zenélők és mukikákat nem feltétlen kellett volna meg kellett volna szerezni, azért rakták bele a játékba, de hogy konkrét szerepe nem volt, csak ilyen acsi, gondolom, ilyen achievement, hogy mennyire néztél szét, meg ilyenek. Én arra kíváncsi vagyok, hogy hol vannak még, meg hogy azokat hogyan lehet megszerezni, mert mondom, igyekeztem. Egyébként nagyon sokszor meghaltam. Szóval, ott van. Steam, Microsoft, Nintendo, Sony. Ennyi, bitch. Érdemes egyébként szerintem szétnézni. Fönt ugye szélben, ugye ha valaki gondolja, akkor megvásárolni. Ez évi játék, 2020-as. Szerintem nagyon jó. Úgyhogy betöltés, miért töltődik be és micsoda? Prudence Williams. Ott vagyunk a sígernál. Ott a kúgyus! Igen, az anyjának a sírjánál vannak. Ja. Hát igen, na. Majd azt a romot takarítsuk föl majd. Na, könnyű? Milyen könnyű? Nem volt ez könnyű? Átlagosan pedig. Zenebabák, 2 kihagytam. Fejezzések. 9 kihagytam, fonográf pedig 15. Jó. Mentett játék 60. Eszköz használva 8. Halálok száma 10. Találatok száma 51, gyógyítások száma 7. Szóval anya nem... Pedig nem is könnyűt választottam. Jó, mindegy. Ez
ezt engedjük el utána. Ha ez könnyű volt... Akkor itt valami bagos. Itt valami... Ha ez, gyerekek, ez könnyű volt, itt valami bagos. Tehát, meg a legeslegén nem azt választottam, szóval... Én nem tudom, mi van itt, mi folyik itt, itten csalások történnek. Mindegy. Ez tetszik. Na, hát akkor kihagytunk két zenebabát, ami nem tudom, hogy hol van, de mindegy. Feljegyzéseket meg 9-et. De legalább az összes fonográfa megvan. Na de várjál, már nem voltam a második emeletben. Abban a kis izében. Basszós! Tudjátok, mit hagytam ki? A második emeletem a csaj szobájánál volt egy kis rész. Ott volt egy szoba. Itt, ez! Itt. Látjátok, megmutatom, hogy mire gondolok. Legalábbis az emeleten vagyunk. Közös alapom. Ez. Ha innen kimegyek egyenesen, és átmegyek tök egyenesen, akkor oda jutok. De a csávóval szembe fog menni. Puh, te megijedtem! Jézus, várja, azt mondja, József! És azt nem fedeztem föl. Kizásos alapon. Ugye? Ami jó messze van. Főleg, hogyha mondjuk ez itt be van zárva, mert akkor itt körbe kéne menni, és úgy bemenni. Jön már, nem bír magával. Ezt megvárjuk, hogy erre eljöjjön, aztán befutjuk arra. Csak úgy kíváncsiságból. Hát a sikr. Vannak! Megint ott igyekszünk! Na! Hes! De ne arra! Hanem a másik! Arra akarok menni! Ez nem hallgat rám. Ez a csávó. Most mondom, hogy arra akarok menni. Erre arra elmegy. Hát most döntse már el, hogy mi van. Most te tényleg. Nem baj. Hát, hogy visszajön. De honnan tudtam, hogy kijöttem egyáltalán? De tényleg. Ökölbe van szólítva a keze. Hogy glúgyog, mint egy izét T-rex? Menjél már, ennél nem jön be, hogy mozdulatlan leszel, mint a T-rexnél. Az a baj, utánad fut, érted? De ha semmiért fogok meghalni... Baszki! Oké. Ez csak egy ilyen mentő izé. Nincsen semmi.
Semmi nem volt. Semmi. Az ott úgy semmi. Nem érdemes kockáztatni tepsi... tepsi... épsi... Milyen tepsi? Testi! Épséget! Jó, hát... Hát szomorú. Jó, hát akkor... nézzük meg az utolsó részt, hogy mi van, hogyha odaadjuk... Azt mondjuk neki, hogy bízunk benne. És odaadjuk neki a... dolgokat. Ha látom, tudom. Thomas! My love! You're safe! I had to flee the attic. I've been hiding from them ever since. But we must hurry. Do you have the cylinders? Igen, mert nem a hengereket kell igazából megszerezni, ugye meg kell szerezni, nem is a hengerek fontosak, hanem a kották, mert a kottákat kell lejátszani. És na mindegy, most azt mondom, hogy igen, bízom benne. Then we cannot waste any time. Quickly, give them to me. Ez a fej. Thank you, Thomas. Na szívesen. There will be a place for you. Hát, jó van, maradjon. Most mi lesz? És ugye most a hengerek játszanak, amit megkomponált, ugyebár. És ez a csalogató zene. Necessary to impose it. A new song was born from the darkness, and together they ruled the new dawn. Jó, hát az először a jót sikerült kiválasztanunk, ugye?
De most megvárjuk ennek is a végét, mert mi van, hogy hát is van egy valami bejátszás. Most kicsit lejjebb vesszük. Na csak azért kérdezem, vagy azért mondom, hát itt van egy bejátszás. Ez az, vagy mert a jó végnél is volt. Úgyhogy mi van, hogyha itt is lesz esetleg. Mint a Marvel filmeknél. Végén. Úgyhogy ezt kíváncsi vagyok rá. Aztán... Na, most meg... Nem. Ja, igen. Jó. Szerintem már tisztelt a készítőknek, már szerintem ez zseniális volt. Úgyhogy, amit az elején is mondtam, ugyanál a végnél is, hogy... aki tudom, kedvet kapott, az annak szerintem... És akarja is játszani, akkor szerintem nyugodtan, mert nem fog benne csalódni. Én se csalódtam a játékban. Úgyhogy az a baj, hogy most ez vége van. Mit fogunk játszani? Mert nem tudom. Úgyhogy ha vannak ötletek, akkor nyugodtan jöttek a komment szekcióba, mi az, amit szerintetek kipróbáljak és játszak. Mert van egy pár, de nem, valahogy nem... Egyszerűen valahogy nem nyert el a tetszésemet. Úgyhogy... Na, itt lesz talán a bejátszás, ha lesz. Igen, 2020-as játék. Igen. Na, itt már betöltés van. Semmi. Jó, hát akkor úgy látszik, hogy csak a jó végnél van bejátszás, a rossznál úgymond nincsen. A harmadik lehetőség meg az volt ugye, hogy nem, nincsenek mi meg a cuccok, úgyhogy keressük tovább. Úgyhogy az egy nem befejezés, annak nem az semmi. Azt csak, hogy visszaküldök, és akkor elkezdtük még tovább keresni cuccokat, amik esetleg nem szereztük meg. Hát jó! Hát akkor vége. Ha vége van. Hát, fiúk, lányok, srácok, görlök, mindenki, kijátszottuk a Maid of Scar-t is. Jó, hát elég sok mindent kijátszottunk már konkrétan, úgyhogy a Panyu Drive-tól kezdve a Maid of Scar-en át, a Beast Inside-ig, a nem tudom mi ez a... Nem tudom, az a jó játék. Az a Layers of Fear, annak is az 1-2. Úgyhogy gyere, hát itt volt, van minden. Mondom, a Dark Occult, ugye? Vagy a más néven Conjuring House, az ugye azok streamekbe mennek. Abban szerintem lesz egy ilyen jó kis összevágás, így majd szerintem, meg talán meg tudom csinálni. Legalábbis, ha lesz időm, és ha kijátszom a játékot. Úgyhogy, nem tudom, mit fogunk játszani legközelebb, valamit majd keresek, és ahogy időben engedi, ugyanúgy videózok nektek, úgyhogy ez a jó másfél óra majdnem, 1 óra 20 perc, hogy itt voltatok és hogy végignéztek, hát nagyon szépen köszönöm, tényleg mindent. Úgyhogy találkozunk következő héten is, igazából akkor, most mi van? Már 18-a lesz, hát ugye karácsony előtt egy héttel, durván. Úgyhogy, ja. Hát jó.
remélem, egyébként meghoztam nektek itt a hangulatot a karácsonyra. Én is nagyon remélem. Úgyhogy igazából találkozunk legközelebb is. Ja. Köszönöm, itt voltatok is, hogy megnéztétek. Remélem tetszett nektek az egész Midovsker kijátszás. Mondom még egyszer, hogy aki eztnek tetszett, az negyenrest, az nyugodtan szerezze be, és játszom vele, mert szerintem nagyon jó játék. Úgyhogy találkozunk legközelebb is valamivel, amit még nem tudom, mi lesz az, de majd valami. Úgyhogy... igazából ennyi lett volna, találkozunk következő hét péntekjén valamivel. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!